Sepsiszentgyörgy, a keleti Kárpátokban végig folyó Olt és annak első jelentősebb mellékvize a Feketeügy irányát követő utat találkozásánál kialakult település. A várost átszeli a Brassó-Csíkszereda vasútvonal, és innen indul ki a Bereck végállomású felső háromszéki elágazása. Országúton több irányból is megközelíthető, délről Brassó, északról Csíkszereda irányából, keletről az Ojtozi szoroson, nyugatról Előpatakon át a Barcaság és Erdővidék irányából közelíthető meg. A város beépített területe 520-580 méter átlagos tengerszint feletti magasságban fekszik. Nagy vonalakban azonos 28-33 kilométeres távolságra a szomszédos Brassó, Kovászna, Kézdivásárhely és Tusnád fürdőtől. A Kárpát-kanyar által közrezárt háromszéki medence a sebesi vagy sepsi székelyek földje, ahol őseink egyes vélemények szerint az ezredforduló küszöbén telepedtek le. Az 1332-es pápai tizedjegyzékben első ízben szerepel a település San Giorgio néven. Elnevezését első templomának védőszentjéről, Szent György lovagról kapta. Városi minőségében először Szepesi Bálint a székelyek alispánya említi az 1461. október 22-én kibocsátott oklevélben. Bátori István 1492. szeptember 23-án kiadott levelében, mint kiváltságos város, vagyis mint civitas szerepel. A századfordulón a város lakósága 6000. 1968-ban a megyésítés évében 20.739. Az 1992-es népszámláláskor pedig 70.000. Amiből 23% az utóbbi évtizedekben letelepedett román anyanyelvű. Sepsiszentgyörgy bemutatását a déli Szemerja nevű városnegyeddel kezdjük. Szemerja az 1880-ban történő hivatalos közigazgatási egyesülésig mint önálló falu szerepelt. A két település között, bár semmi elkülönítő vonal nem volt, a hajdani határnak a Székely Nemzeti Múzeum északi kerítését tekintjük. A szemerjai templomkertben található több kiemelkedő személyiség síremléke. Ezek közül megemlítjük a következőket. Csutak Vilmos történész múzeumigazgató, Bora István 48-as hadnagy, Nagy Elek ezredes és Seprődi Anna író folklorista. Itt található az 1897-ben létesült több mint 100 éves nagyüzem, a dohánygyár. Az épületek elkészüléséig a gyár első ideiglenes otthona az akkor épülő kétemeletes milléniumi bérpalota volt, a mai polgármesteri hivatal. Az impozáns épületcsoport különböző tömbjeit az alapítástól kezdve sorra építették fel az 1898-1907-es időszakban. Az ideálisan megtervezett és kivitelezett gyár munkálatait Aladaro Belli és Pietro Trager olasz mérnökök vezették. Közvetlen szomszédságában működik a textilgyár. Az első székely szövőgyárat 1879-ben létesítették a helyi takácsok, majd utóbb megszerezte a Klinger cég. A gyár továbbfejleszti az addig kézműipari szinten működő, kisebb műhelyekből álló textilipart. A közelben, a hajdani Köleskert övezetében 1857-ben felépült a Wellenreiter János nevét viselő első háromszéki sörgyár. A gyár a mai Mihály Vitézú középiskola területén állott, amelyet később lebontottak. Az eredetileg magyar tanítóképzőnek szánt épület Herceg Mihály tervei alapján 1910-re készül el. Így az átadás évében beköltözik az 1892-ben létesült óvónőképző, amely ezt megelőzően alakul át magyar királyi állami tanítóképzővé. Az idők során többször megváltozott az épület rendeltetése.
jelenleg a román nyelvű Mihály Vitiázul elméleti középiskola épületcsoportja. Tovább haladva a központ irányába, a 100 éves gesztenye sor alatt elérjük Sepsiszentgyörgy legreprezentatívabb épületét, a Székely Nemzeti Múzeumot. A közművelődés terén első helyre kívánkozik a Csereiné Zatureczky Emília gyűjteményéből 1879. szeptember 15-én megalakult intézmény, amely a székelység múltjának, népi kultúrájának kutatását, megőrzését vállalta fel. Az épület a Sugár út névadója, Kós Károly tervei alapján készült. 1912-ben fejezték be. Ez Kós Károly első testet öltött alkotása Sepsiszentgyörgyön, ahol aztán mintegy fél évszázad során 14 köz- és magánépületet tervez, így városunk képviseli Erdélyben leggazdagabban építészeti tervezői tevékenységét. Sajátos népies stílusa, a művészies monumentalitás nyomon követhető valamennyi épületén. Kós Károly emígy emlékezik erre. Tehát elvetettem a szigorúan történelminek tudott minden stílust, és számba véve mindent, amit Erdély magyar népére, főképpen pedig a székelységnek népi építészetéből, illetőleg népi művészetéből tipikusnak láttam és vallottam, valamelyest nemesítve úgy alkalmaztam egy modern, speciális igényeket szolgáló alaprajzra, hogy magától értetődően természetes, művésziesen monumentális lehessen. Innen vannak tehát a múzeum vászonsima felületű, terméskőből rakott lábazatai, megrönkös boronfalai, egyszerű formájú tetői, falusias szerkezetű és színezésű cserepei, a torony deszkamelvédes őrtornáca és fióktornyai. A kis előudvarnak csúcsos fedelű kapuja, a tetősisakos színes cserepezése, a főbejárat faragott kőkerete, bent pedig a kőoszlopok, a boltívek és archaizáló ajtószárnyak és vasalások az épületnek sajátos egyediséget kölcsönöznek. Figyelmükbe ajánljuk a múzeum megtekintését, a felújított régészeti termet, a néprajzi gyűjteményt a csíkmenasági parasztházzal, a diószegi lepkegyűjteménnyel kiegészített természetrajzi gyűjteményt, az 1848-49-es kiállítást, a képtárat, valamint más részeit. A központi park sarkához közeledve, a katolikus plébánia épületével átelemben rápillantunk az 1882-88 között épült Herceg Zsigmond által tervezett egykori polgári fiúiskolára. Az épület jelenleg a Mikes Kelemen liceum épülete, amely 1999-ben ünnepelte fennállásának 125. évfordulóját. A nagymúltú iskola szépen parkosított előterében helyezték el Vetró András 1993-ban készített Mikes Kelemen bronz mellszobrát. Utunk folytatásában a városközpontot alkotó Szabadság térre érkezünk. A tér délkeleti sarkát lezárja az újonnan épült unitárius templom épülete, amely az utóbbi években Sepsiszentgyörgyön épített új templomok egyike. Az idős és ifjú Bíró Gábor tervezte épület a modern építészeti stílusban népi elemeket is ötvöz. A tulajdonképpeni városközpontot a park és a térséget övező sétányok, utak és épületek alkotják. A belső térségben csak egy épület, nevezetesen a Szent József plébánia templom található. A templom helyén eredetileg a városban állomásozó huszárezred támogatásával 1786-ban épült kiskápolna, majd 1835-től egy nagyobb templom állott a századforduló végéig. A jelenlegi formáját az 1895 és 1902 közötti átépítés után nyerte el Molnár István építész tervei alapján.
A régi templomból csak a kis hajós, a torony alsó része maradt meg. A központi park és főtér Sepsiszentgyörgy egyik sajátos urbanisztikai eleme. Orbán Balást idézve, Szentgyörgy vásártere egyike a Királyhágon inneni rész terjedelmesebb piacának, nagyságában még a kolozsvári főtért is túlszárnyaló. Ettől kezdve megindul a város új főterének kialakítási folyamata. A 10 hektárnyi terület parkosítását az 1880-as években kezdik el. Eredetileg a katolikus templom körüli parkrészt alakították ki, amit kezdeményezőjéről, Pócsa József akkori főispánról Pócsa vagy Sötét Parknak neveztek el. Az 1848-49-es szabadságharc 25. évfordulójára leleplezik a Gerendai Antal tervezte gránit piramis emlékművet. Közvetlen közelében található két kopjafa. Az egyik az 1989-es eseményeket idézi, a másik a kommunista korszak megtorlásaitól szenvedőknek állít emléket. 1998. november 14-én évszázados adósságát törleszti a város, amikor ünnepélyes ceremóniával felavatják hídvégi gróf Mikó Imre egész alakos bronzszobrát. A központi térségben található szovjet hősök emlékműve a hősök temetőjébe való átköltöztetésre vár. Korábban ennek közvetlen előterében állott a hajdani országzászló, amelyet 1949 táján lebontanak. A piac teret, valamint a térségében kialakított parkot fokozatosan körülépítik a városközpont nevezetes középületeivel. Időrendi sorrendben a főtér első impozáns épülete a Székely Huszárezred parancsnoki székháza. Az 1820-21-ben felépült épület, közismert nevén a Lábasház, jelenleg az állami levéltárnak ad helyet. A rizalitos és árkádos klasszicista stílusú épület falán található a magféle Habsburg ellenes összeesküvés helyi mártírjainak emléktáblája. Itt töltötte 1854. április 18-án Váradi József és Bartalis Ferenc a kivégzés előtti utolsó éjszakáját. Vele átellenben a park másik oldalán kialakított felső sétányon található az 1832-ben épült székház, a későbbi vármegyeház, ma megyei könyvtár. Homlokzatán Háromszék címere, falán pedig Gábor Áron szabadságharcos domborműve. Ez az épület volt az 1848-49-es szabadságharc idején a Háromszéki Honvédelmi Bizottság székháza. Az épület dísztermében 1848. november 23-án hangzott el Gábor Áron híres kijelentése Lészen ágyú, ami az önvédelmi harcok egyik hősies mozzanatát jelentette. A megyeház szomszédságában található az 1926-27-ben épült Kós Károly tervezte Székely Mikó leányinternátus, ma textilipari szakközépiskola. Az épület helyén hajdanán fűthető öltözőkkel ellátott korcsolyapálya volt. Ez volt a város első, 1889-ben felépült sportlétesítménye. A park felső sétányát alkotó Gábor Áron utcában árnyas fasor vezet az 1852-54-ben felépült Ferenc József kórházhoz, ez ma elmegyógyintézet. Az épület a megye első közkórháza, és egyike Erdély akkori 6 hasonló intézményének. A kórház udvarának alsó felében, a hajdani Benkő kertben 1893-ban felavatják a Háromszék megyei Árvafiú Szeretetház pompás, neoklasszikus stílusú épületét. Ma a kórház tüdőbeteg gondozó osztálya működik benne. A városközpont további fontos épületei a főtér északi és északkeleti felén találhatók.
ide sorolható az eklektikus stílusú fogolyánház, ma a prefektúra épülete, amely dr. Fogolyán Kristóf hajdani kórházalapító és igazgató lakása volt. A főtér azonos oldalán következik az 1867-69-ig épült romantikus stílusú árulóház vagy bazár épülete. Jelenleg a képtárnak helyet adó épület tornyába 1893-ban egy Müller nevű budapesti mester felszereli a toronyórát. Az eredetileg iparos áruháznak szánt épület emeleti szintjén 1874-ben felső leányiskola létesül, amely 1878-ban átalakul polgári leányiskolává. Az akkori iskolaépítési intézkedések kezdeményezése Császár Bálint polgármester nevéhez fűződik. A főteret övező másik két bemutatásra érdemes turisztikai célpont a régi városháza, ma a Tamási Áron Színház épülete és a Székely Mikó Kollégium. Mindkét létesítmény a város és környék legfontosabb kultúrintézményei között szerepel. A neoklasszikus stílusú régi városháza 1854-56 között épült. A terjedelmes épületben a városi tanács helyiségein kívül kaszinó, táncterem, nagy vendéglő, szálloda és más rendeltetésű termek léteztek. Az épületben 1899-re elkészül Kolozsvár és Dés után Erdély harmadik állandó színházterme. A Székely Mikó Kollégium rendelkezik a főtéri épületek és intézmények közül a legteljesebb történelmi dokumentációval, így az érdeklődők könnyen megismerkedhetnek vele. A nagy hagyományú kollégium 1859. szeptember 1-től létezik, kezdetben a vártemplom egyik épületében működött. Nevét Gróf Mikó Imre a legnagyobb anyagi támogató iránti tiszteletből veszi fel. A klasszikus stílusú épület Mikó utcai szárnyát Alpár Ignác, míg a tér felüli régebbi részét Cófal Gusztáv tervezte. A nagyhírű iskola legnagyobb kincsét a 35 ezer kötetes dokumentációs könyvtár képezi. Számos kéziratot őriznek, az itt található első nyomtatott könyv pedig 1491-ből való. A Mikós véndiákok második világtalálkozóján az épület bejárati falán felavatják a Petrovics István tervezte Mikó Imre domborművet. A híres Kossuth kávéház a bérpalotával szemközti épület. Jelenleg az objektum emeletén rendezték be a Shakespeare házat, amely a maga nemében az ország egyedülálló létesítménye. 1972-ben teljesen átalakították a főtér északnyugati sarkához kapcsolódó Gábor Áron, ma Mihály Vityázul teret. Központjában áll George Radulescu Gyír 1982-ben felavatott Mihály Vityázul szoborcsoportja. A városnézésre több idővel rendelkezők számára az útkereszteződéstől körülbelül egy órás kitérőt javasolunk. A Váradi József utca meredek lejtőjén felemelkedünk a Baromhegyre. Mielőtt a tetőre felérünk, elhaladunk az 1957-67 között Kós Károly tervei alapján épült Benedek ház előtt. A Baromhegyre felérve az utca egy kisebb térre szélesedik. A tér parkosított részén áll Andrej Saguna metropolita egész alakos bronzszobra. A Baromhegy felső részén az utóbbi években épült fel a katolikus kolostor, és szomszédságában a Néri Szent Fülöp cigányiskola. Mindkét létesítmény az őrkölyi cigányság szellemi és kulturális felemelkedését szolgálja. Az őrkő keleti szélén található az 1854. április 19-én kivégzett Váradi József és Bartalis Ferenc vesztőhelyét jelző emlékmű. A kitérő után a Konszasamu utcán folytatjuk sétánkat. A bal felüli soron székely kapuval ellátott telken megtekinthető dr. Csulak Samu háza, amely Kós Károly tervei alapján 1924-ben épült. A Sólyom utcán haladunk tovább.
s miután elhagyjuk a Debrecen patakát átszelő hídat, a Calvin térre érünk. Itt volt a középkori Sepsiszentgyörgy központja. A régi vásárteret a város egyetlen fennmaradt középkori épület együttese, a református vártemplom uralja. A 14.-15. században épült, de ennél régebbi is lehet a késő gótikus református templom. A sorozatos földrengések, ostromok többször megrongálták, ezért a javítások alkalmával szerkezeti és formai módosításokat is szenvedett. Az 1547-es átépítése Dacó Pál nevéhez fűződik, amikor a templom gótikus formát nyer. A templom gótikus alapja és egyszerű felépítése népi mesterek munkájára utal. Hasonló bizonyíték a templom északnyugati falán levő bajuszos férfi fejet ábrázoló gyámkő, valamint a gyámkövek egyikén található székely címer. Tetőzete beomlott, így csak a keleti részén maradt meg a hálóboltozat. A déli bejárat ajtókerete Erdély egyik legszebb kora reneszánsz emléke. A vártemplom címtermében, a református és a köztemetőben számos közéleti személyiség és 48-as hős síremléke található. A címteremben nyugszik Császár Bálint polgármester, Málik József igazgatótanár újságíró, Gödri Ferenc polgármester helytörténész, Váradi József és Bartalis Ferenc a magféle összeesküvés vértanúi és mások. A várfalak külső tövében sorakozó kopjafákat az érettségi találkozók emlékére állítják az utóbbi időben a véndiákok. Ha a városközpontba a Körösi Csoma Sándor utcán térünk vissza, akkor impozáns magán és középületek között sétálhatunk. Ezek közül jobb oldalt szembetűnik egy újabb, ugyancsak Kós Károly által tervezett épület. Az 1930-ban református elemi iskolának épített objektum ma a gyermekek klubjának ad otthont. Az épület falán elhelyezett Petrovics István által tervezett emléktáblát 1999-ben Szent György napján leplezték le. A jellegzetes kós stílusú tornyos épületet műemléknek nyilvánították. Ugyanazon az oldalon a megyei rendőrség épületével szemben hosszú időn át működött az 1900-ban épült városi gőzfürdő. Kiérve a főutcára, a palotával átellenben levő telken 1906-ban felépült az állami elemi iskola, amely ma a Művészeti Líceum egyik épületegyüttesét alkotja. A városközpontból egy újabb rövid kitérőt javasolunk. Ez alkalommal keleti irányban az Olt utca felé. A már ismertetett, a Kossuth teret lezáró nagyposta mellett elhaladó utca rövid szakaszán megtekintésre méltó épületek sorakoznak. Ezek közül megemlítjük az utca bal oldalán a város egyik legrégebbi polgári épületét, amelynek homlokzatán az 1839-es felirat olvasható. Ugyanazon az oldalon a Gyárfás Jenő nevét viselő kis zsákutca végén áll a festőművész saját tervezésű, romantikus stílusú műterme. Az épületet 1978-ban műemléknek nyilvánították. Visszatérve a nagypostához, a Petőfi utcát követve elérünk a térséget uraló Sugás áruházhoz. Ezennel városnéző körútunk utolsó támpontjához érkeztünk. Ebben a térségben több új, modern pénzügyi intézmény és templom épült az utóbbi időben, olyan telkeken, amelyek a múlt rendszer által tervezett új városközpont kiépítését megelőző bontások során keletkeztek. A városközpontot a Sugás áruházzal a Mikó utca köti össze. A központi park felőli utca kezdetnél a Székely Mikó kollégiummal átellenben található az ortodox katedrális.
A kollégium felüli oldalon található két Kós Károly tervezte épület, nevezetesen az iskola tűszomszédságában a tanárok háza és az áruház irányában az 1913-ban épített keresztes ház. Az épület falán elhelyezett emléktábla szerint Bartók Béla 1927. márciusában itt szállt meg. A koncertelőadásnak a Székely Nemzeti Múzeum mai Bartók terme adott otthont. Közvetlen mellette elhaladunk egy újabb eklektikus stílusú épület előtt. Ez a hajdani Bene épület, ma vérbegyűjtő központ. Visszaérve a sugásáruházhoz, nem szabad kihagyni még három mozzanatot. A belvárosi református és az evangélikus luteránus templom megtekintését, valamint a sugás áruház tetőteraszáról, madártávlatból megcsodálni a város és környéke panorámáját. A belvárosi református templomot az Olt utcai gyülekezet építette, amely 1981-ben vált le a vártemplomi körzettől. Az új templom tervezője Zakariás Attila, alapkövét 1990. december 9-én helyezték el, és 1991-96 között épült fel. Az evangélikus templom a Lázár Mihály és a Széna utca kereszteződésénél található. A belvárosi templomtól délre messziről magára vonja a figyelmet modern vonalú fehér tornya. A harangokat és az orgonát az erdélyi 100 evangélikus egyház püspöke ajándékozta. Elnéptelenedett 100 falvak templomaiból hozták a három harangot a Segesvár melletti Holdvilágról, és az orgonát a Beszterce melletti Jád faluból. A városnézés utolsó mozzanataként a sugás áruház belvedere teraszáról gyönyörködhetünk Sepsiszentgyörgy panorámájában. A látvány megéri a fáradtságot.